A magyar gazdaság stabil és fejlődik, 2013-tól érezhető, hogy emelkedő pályán van, kezdte beszédét Orbán Viktor az üzleti fórumon. A magyar miniszterelnök szerint a hazai vállalkozásoknak most kell innovatívnak lenniük, ötleteiket, elképzeléseiket megvalósítaniuk, akár az ukrán üzleti vállalkozási partnereikkel is. Ukrajna nincs könnyű helyzetben, folytatta a miniszterelnök, mert a félháborús állapotok a gazdaságán is meglátszanak, sőt az ukrán-magyar gazdasági kapcsolatok is kihatottak. Magyarország támogatja Ukrajna területi szuverenitását, uniós tagfelvételét és vízummentességét is, emelte ki a magyar miniszterelnök. Nekünk ki kell állnunk amellett, hogy Ukrajnának középtávon az Európai Unió tagjává kell válnia, ha az ukrán nép is így gondolja. Mert az Európai Unió le fog maradni a világgazdasági versenyben, ha nem jut újabb és újabb erőforrásokhoz. Márpedig Ukrajna valójában nem egy probléma, hanem egy erőforrás. Az Európai Unió számára is az lehet. Volodymyr Hrojsman, Ukrajna miniszterelnöke kiemelte, hogy Ukrajna szeretné bevezetni a nemzeti vízumkérelmek díjmentességét, ami megkönnyítené az ukrán állampolgárok uniós országokba való beutazását, munkavállalását. A magyar-ukrán üzleti kapcsolatok fejlesztésében lehetőséget lát. A mezőgazdaságban, a gyógyszeriparban és sok más területen is fejlődhet a két ország gazdasági kapcsolata, mondta. Csak a 2016-os év első 8 hónapjában 1,8 milliárd dollár kereskedelmi forgalom volt a két ország között. Ukrajna Magyarország 17. legfontosabb kereskedelmi partnere. A nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, komoly infrastruktúrális fejlesztéseket terveznek a két ország között. Ezen kívül Magyarország ki fogja építeni az M3-as autópályát az ukrán határig, az M34-es Vásárosnamény Záhon gyorsforgalmi út tervezése megkezdődött, és ez 2018-ig be is fejeződik. Ezekkel a fejlesztésekkel, a többi autópályánkkal mi pedig kaput biztosítunk Ukrajnának a közép- és dél-európai piacok felé. Meg kell említenem az energetikai kapcsolódási pontjainkat is. Magyarország továbbra is az ukrán áramexport legfőbb célországa, és 2015-ben az országaink földgázszállítói egy új, s higgyék el, történelmi jelentőségű együttműködési megállapodást írtak alá. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szállítmányozással foglalkozó cégeknél jelentősebb az export fuvarozás, mint a belföldi megrendelés, ezért is üdvözlik az Ukrajna irányába történő fejlesztési terveket a vállalkozások. Így, hogy most már lesz egy teljes autópályánk, amely az ukrán határig is elvezet, elgondolkodik azon cégünk, hogy esetleg az onnan érdeklődő partnerek felé nyissunk, és fuvarozást végezzünk Ukrajnából, akár Németország felé, Magyarország, mint tranzitállamnak, a tranzitországnak a érintésével. A hazai és az Ukrajnában működő vállalkozások számára 200 millió euró uniós támogatás rendelkezésre áll, mondta a fejlesztési miniszter. A magyar kormány létrehozta a Magyar Fejlesztési Központot, amely egy professzionális, forráskereső és tájékoztató rendszer segít a pályázatok közötti eligazodásban.